Ugye a zserbó szelet az a legnépszerűbb magyar sütemény. Minden anyuka, nagymama, kislány, vagy akár fiú készíti ezt otthon, és nem csak karácsonykor, hanem vasárnaponként is. De nagyon érdekes, hogy a zserbó szelet az nem Gerbeaud Emil receptúrája alapján készült. Én Niszkács Anna vagyok, a Zserbó Gasztronómia Kft. Ügyvezető tulajdonosa, és most itt ülünk a 165 éves Zserbó cukrászdában. Zserbó Cukrászda 1858. október 14-én alakult, és nem Zserbó néven nyitotta meg a kapuit, hanem Kugler cukrászdája néven, hiszen Kugler Henrik volt, aki igazából alapította a Zserbót, és nem is itt a Vörösmarty téren, hanem mellettünk a József Nádor téren. 12 évvel később, 1870-ben költözött csak át ide Kugler Henrik. Az ő idejében csomagoltak először papírtálcálas sütemény, illetve Kugler Henrik nevéhez fűződik még a Mignon, illetve a Kugler, viszont nem volt utóda, nem voltak gyermekei. Ő alapvetően egy soproni cukrász családból származott, viszont ő már maga az utódoknak nem tudta ezt továbbvinni, és keresett valakit, aki az akkor már híressé vált cukrászdáját át tudja venni. Különböző ajánlásokat kapott, és végül hova máshova, mint Párizsba ment el, ahol 1880-ban találkozott Gerbeaud Emillel, aki egy svájci születésű francia volt, Genf mellett egy Karuzs nevű kis faluból származik, és 82-ben már idejött Gerbeaud Emil, és 1884-től már az ő neve is ott van a logókban. Van körülötte egy olyan legenda, hogy ő volt a legmagyarabb francia, hiszen tökéletesen megtanult magyarul, amit az itteni vendégek nagyon szerettek is, hogy magyarul tudtak kommunikálni Gerbeaud Emillel. És tehát természetesen Gerbeaud nem egyedül érkezett Budapestre, hanem feleségével, Ramselyer Eszterrel, aki egy csokoládégyáros családból származott, és 5 lányukkal, és ők egyébként itt ebben az épületben laktak az első emeleten, és az az interiőr, amit most itt látunk, az az ő, illetve Darilek Henrik egy korabeli belsőépítész tervei alapján készült. Egyébként ez az asztal, aminél most én is ülök, ezt Gerbeaud Emil az 1900-as világkiállításról hoztam, tehát 123 éve itt van ez a bizonyos asztal. 1919-ben Gerbeaud Emil meghalt, és utána 1940-ig vezette a cukrászdát még felesége, Ramselyer Eszter. A család kiköltözött 1940 után Dél-Amerikába, az 5 lány, és utána megtörtént az államosítás. A mi családunk 2000-ben került ide, úgyhogy én 16 éves koromban léptem be szinte először a Gerbeaud ajtaján. De aki legelőször a mi családunkból beleszeretett, az az édesanyám volt, mert ugye 2000-ben hívták ide egy válságmenedzselésre, egy 2 éves időszakra, akkor különböző osztrák és német cégek üzemelték a Gerbeaud-t, de hát ugye ez 23 éve volt, tehát ez a 2 év azért egy picit tovább tartott. 2008-ban elindult a kávéházban egy arculatváltás, nem csak a csomagolások tekintetében, hanem a süteményekben is ugrottunk egy nagyot, és természetesen a klasszikus süteményeket, mint a dobostorta, az eszterházi, a somlói galuska, a gesztenyepüré, zserbó szelet, ezeket mind megtartottuk, de emellett nagyon sok új és modern sütemény került be a kínálatunkba, amit ugye azóta is szezonálisan változtatunk. Nekünk 2020-ban volt a generációváltásunk, amikor megtörtént a stafétabot átadás, ugye akkor mi már hosszú évekig közösen vezettük a céget, viszont ott édesanyám háttérbe vonult, és hát én nekem is 20 évvel később egy eléggé komoly válságmenedzseléssel kellett indulnom egyedül, hiszen akkor jött a Covid, pont egy hónappal azután, hogy megtörtént ez a bizonyos stafétabot átadás. Úgyhogy izgalmas volt az első 3 év, de hát ugye ennek tényleg már 3,5 éve, úgyhogy most mondhatom, hogy már stabilizálódtunk, és a 165. születésnapját tudjuk tényleg nagyon szépen ünnepelni most a Gerbeaudnak. Megoszlanak a vélemények, hogy pontosan hogy is született ez a recept. Van egy olyan álláspont, ami szerint valamikor a kommunizmus alatt, a 60-as években született meg, nem itt a Zserbó cukrászdában, hanem a Lukács cukrászdában, ami akkor egyébként a Zserbóhoz tartozott, és ezért ugye itt a cukrászok átjártak egymás között, és ott megszületett ez a sütemény, és megint csak ez mondhatni, hogy egy hagyomány, hogy Zserbó Emil soha nem titkolta a receptjeit, és ez meg is maradt, tehát a Zserbó cukrászda sem titkolta a recepteket, és közkincsé tette a Zserbó szeletnek a receptúráját, és lett egy elképesztően népszerű sütemény.